A reprodukciós jogok megvalósulásáról fogok beszélni. Előre szólok, hogy eléggé izgulok, mert nagyon új nekem még ez az egész helyzet. Tehát az Anikó egy éve még az a tanárom volt az egyetemen. Tehát, szóval nézzétek el, hogyha esetleg belezavarodnék néhol. A többiekhez hasonlóan igazából az ENSZ fenntartható fejlődési céljai nekem sem voltak ismerősek, és nekem az jutott, hogy biztosítjuk a teljes körű hozzáférést a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokhoz, továbbá a reprodukciós jogokat a népesedés és fejlődés nemzetközi konferencia cselekvési programjával. Én arra gondoltam, hogy inkább a magyar helyzetről fogok beszélni. Ez hogy megy? Nem, sikerült. És kezdeném a definícióval. Tehát reproduktív jogoknak igazából két dolgot nevezünk. A nők jogát a szabad döntéshozatalhoz arról, hogy akarnak-e egyáltalán gyereket, és hogyha igen, akkor hányat szeretnének, és azokat mikor és hogyan szeretnék a világra hozni, illetve a reprodukciós egészséghez való jogot, ami igazából az elérhető legmagasabb színvonalú ellátáshoz való hozzáférést jelenti. Ezeknek a jogoknak az érvényesítése igazából a reprodukciós folyamatokról való tájékozottságnál kezdődik, és folytatódik a fogamzásgátlás, a terhesség megszakítás, az asszisztált reprodukciós eljárások, illetve a terhesgondozás folyamatában, és egészen a szülészeti ellátásig tart. Igazából a kérdés az, hogy érvényesülnek-e egyáltalán a magyar nők reprodukciós jogai. Igazából erre röviden azt válaszolnám, hogy nem, és a következőkben azt fogom megvizsgálni, hogy miért nem és hogyan nem. De először szerintem fontos nagyon beszélni a társadalmi kontextusról, amiben ezek a jogok vagy érvényesülnek, vagy éppen nem. És akkor kezdeném a női testtel. Igazából, ahogy a Sári is elmondta előttem, gyakorlatilag vagy szexuális tárgyként tekintünk rá a patriarchátusban, vagy pedig egy ilyen élő inkubátorként, ami a demográfia eszköze. Ezen felül fontos beszélni arról, hogy a reprodukció jogokról szóló diskurzusban megjelenik egy ilyen anya-gyerek szembenállítás is. Gondolok itt például az abortusz ellenes mozgalmakra, de ezt lehet hallani a szüléssel kapcsolatban is. Például amikor azt mondja valaki, hogy egy otthonszülést választó nő az egy önző boszorkány, aki alárendeli a gyereke biztonságát a saját kényelmének. Fontos még itt arról is beszélni, hogy Magyarországon hogyan tekintünk az orvosokra, és gyakorlatilag egy ilyen mindentudó, mindent látó tekintély szemét látunk bennük, és az orvos-beteg viszonyban úgy általában nem a partnerség a jellemző, hanem egy hierarchia. Hasonlóan egy hierarchia jellemzi a többi egészségügyi dolgozót is, nevezetesen most itt a szülésznőkre gondolok. Ehhez kapcsolódik a női tudás háttérbe szorítása is. Tehát a terhesség gondozása és a szülések kísérése ez igazából mindig is a nők fennhatósága alá tartozott. Ez történelmileg átalakult, és ma már tehát független és autonóm szakemberként dolgozó nők, szülésznők, bábák helyett az orvosok alárendjeltjei és kiszolgálói vannak jelen. Itt ebben a konkrét esetben szerintem azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy ma Magyarországon a szülészorvosok legtöbbje még mindig férfi. Illetve, hogyha a reproduktív jogokról és reproduktív egészségügyről beszélünk, akkor az egészségügyi rendszer helyzete is kikerülhetetlen. Tehát ugye mindannyian hallunk róla, hogy jellemző az elvándorlás, ebből következik a szakemberhiány. Azok az emberek, akik itt maradnak Magyarországon, túlhajszoltak, kimerültek, emellett a finanszírozás is elég sok kérdést vett fel maga után. Tehát képbe kerül a hálapénz, a dolgozókat ugye nem fizetik meg megfelelően, illetve a kórházak általában az elvégzett beavatkozások és a betegek kórházban töltött napjai után
pénz, ami pedig megáldja például a szülészetben az indokolatlan, rutinszerű beavatkozásom gyakorlatának. Most el fogok térni a konkrét a példákra, és a születésszabályozás helyzetével kezdem, először a fogamzásgátlásról. Ahogy Sár is mondta, így a szexuális nevelés eszköze gyakran pornó gyakorlatilag, és elég sok hiányosságról lehet tudni. A fogamzásgátlásban általában a felelősség a nőket terheli, tehát nem a párok hoznak egy közös döntést, tehát a nők szokták vásárolni például a fogamzásgátló tablettát, hogyha azt választják, ha pedig esetleg más módszert gondolnának, mit tudom én, mondjuk óvszerrel védekeznének, akkor gyakran a férfiak nem is partnerek ebben, tehát szerintem így a jelenlévő között mindannyian feküdtünk le, mert olyan fiúval, aki nem volt hajlandó óvszert húzni, hogy csak egy ilyen hétköznapi példát hozzak. A fogamzásgátlás az nem térítésmentes, tehát erre szociális alapon sincs lehetőség ma Magyarországon, emellett a hozzáférést akadályozza az is, hogy a sürgősségi fogamzásgátló tabletta a 72 órás is receptköteles, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság például amellett foglalt állást 2015-ben, hogy ezt változtassák meg. Hát az Európai Unió 28 országában 22-ben recept nélkül kapható ez a tabletta, Magyarországon betegbiztonsági okokra hivatkozva ezt nem változtatták. Igen. És akkor itt fontos beszélni az abortuszról is, ami annak ellenére, hogy a kormány egy elég erőteljes abortusz ellenes politikát folytat, még mindig legális, viszont itt is így visszacsatolva a fogamzásgátlókhoz fontos azt is megjegyezni, hogy csak műtéti úton van erre lehetőség. Tehát amikor pár éve az abortusz tablettát azt elfogadta, vagy bejegyezte az Országos Gyógyszerészeti Intézet, akkor az EMI bejelentette, hogy ennek ellenére sem fogják bevezetni. Itt is a kockázatokra hivatkoztak. Mindeközben egyébként a Szülészeti és Nőgyógyászati Kamara az pozitív véleménye volt erről. Ezt nem tudom, hogy... Azt nem tudom, de például Ausztriában és Szlovákiában is elérhető gyógyszeres abortusz, és igen, aki Magyarországon megteheti, az oda megy el ezért. Ha az abortusz jogi hátteréről beszélünk, akkor fontos azt is megjegyezni, hogy az alaptörvény az azt állítja, hogy az emberi életet ezt a fogantatástól kezdve védelem illeti, ez pedig egy olyan környezetet teremt, amiben gyakorlatilag bármikor megváltoztatható lenne a terhesség megszakítás jogi helyzete. Igen. És akkor most áttérnék a szülésre. Igazából szerintem ez az a téma, amit a feminista diskurzusban is indokolatlanul keveset tematizálnak. Tehát Magyarországon van külön szülészeti mozgalom, és van külön feminista mozgalom, és ez a kettő sajnos elég gyakran, vagy elég ritkán interaktál. A szülészeti ellátásra jellemző egy... Az, hogy nincsen például egyáltalán egységes szülészeti protokoll vagy irányelv, amire lehetne hivatkozni, hanem mindenhol csak a helyi tradíciók és a szokásjog érvényesül. A rendszer az orvosközpontú, tehát minden terhességet, és szinte minden terhességet orvosok gondoznak, és szinte minden szülésnél jelen van egy orvos is. Ez pedig gyakran felesleges és rutinszerű beavatkozásokat eredményez. Ide hozom példának a császárarányunkat, ami most 40% feletti, miközben például a WHO-hoz egy 15%-os arányt ajánlana. Vagy például idehozom a gátmetszést is, amit az első szülőnőknél, hogyha ha hüvei úton sikerül szülniük, akkor 70%-ban alkalmaznak. Tehát Magyarországon nagyon nehéz kikerülni úgy egy kórházból először szülőnőként, hogy valamelyik testrészünket így ne vágják át. Ennek pedig igazából óriási szakirodalma van, hogy nincsen ilyen mértékben indoka.
fontos dolog még így a hálapénz is ebben a rendszerben, tehát rengeteg pénzt, 60-200 000 forintot fizetnek a magyar nők szülésért az orvosoknak, amiért cserébe igazából azt várják el, hogy egy ismerős orvos jelen legyen a szülésüknél, jobb minőségű ellátást kapjanak, tisztelteljesebb állásmódot, vagy több törődés. Igazából itt az alul jelölt tanulmány nagyon jó ebben a témában, és ebből az is kiderül, hogy ennek ellenére nem kapják ezt meg. Jelen van még a szülészeti erőszak is, amiről szintén nagyon kevés szó esik. Igazából ide tartozik a verbális erőszak, a kényszerítés, manipuláció, az információ elhallgatása és a szülőnő beleegyezése nélkül végzett összes beavatkozás is. Ez egy nagyon gyakori jelenség, viszont nehezen mérhető. Szerintem ennek az is az oka, hogy a szülésre, hogyha a hagyományos úton járunk, és kórházi szülésfelkészítőre megyünk el, vagy az anyáink és az ismerőseink tapasztalatai alapján gondolkozunk, akkor egy borzasztó élményt képzelünk el. Emellett gyakorlatilag a szenvedést és a kiszolgáltatottság elviselését így a jó anyaság fokmérőjének tartjuk. Ide a szülészeti erőszakhoz tartozik még az is, hogy ugye beszéltem a rutin beavatkozások között például a gátmetszésről. Ebben a tanulmányban az is kiderült, hogy a gátmetszések 27%-a előtt nem kérték például a szülőnők beleegyezést. És akkor most áttennék arra, hogy van-e egyáltalán alternatíva, tehát érvényesülhetnek-e egyáltalán a szülésben is a nők reprodukciós jogai. Ehhez egy olyan ellátás kellene, ami nőközpontú, tehát a szülésre és a terhességre betegségként, vagy egy vészhelyzetként, inkább egy élettani eseményként tekint a tudományos evidenciákon, tehát a legfrissebb tudományos eredményeken és a tájékozott beleegyezésén alapul. Emellett tiszteletben tartja az anya, a baba és a család egységét. Itt még visszatérnék egy kicsit a beleegyezésre, mert hogy a Sár is mondta, ez egy nagyon problematikus kérdés a szexuális erőszakkal kapcsolatban is. Igazából mindjárt befejezem. Tehát mondják azt, hogy beleegyezni valamiben csak akkor lehet, hogyha arra nemet is ugyanolyan könnyű mondani, mint igent. És igazából szerintem ez a szülészeti ellátásban nagyon ritkán valósul meg. Tehát nagyon gyakori az, hogy nőket, ugye, mint már korábban is volt róla szó, hogy a gyerekük életével fenyegetnek. Ami viszont jó hír, az az, hogy erre az egészre van Magyarországon is alternatíva, meg világszerte is, ez pedig az úgynevezett holisztikus vagy bábai szemléletű ellátás. Magyarországon ez kórházban csak nagyon nagy szerencsével, illetve megfelelő osztályhelyzetben valósulhat meg. Tehát gyakran van, hogy nők azért fizetnek, hálapénz helyett én ezt inkább védelmi pénznek hívnám, azért, hogy békén hagyják őket. Emellett itt egy ilyen földrajzi szempontot is érdemes szerintem bedobni, tehát amíg Budapesten van választási lehetőség a nőknek, hogy egy, nem tudom, goromba orvos és egy nem szimpatikus kórház helyett egy másikat választanak, addig így vidéken, ahol mondjuk közös távol egy kórház van, nincs erre lehetőség. Ahol viszont megvalósul mindez, az jelenleg általában a független bábapraxisokban történik meg. Itt fontos megjegyezni azt, hogy Magyarországon az otthonszülés 2011 áprilisa óta legális, viszont a jogi környezet, a szabályozás, amit egyébként nagyon sokan nagyon vártak, gyakorlatilag ellehetetleníti a bábák működését. Tehát ma Magyarországon bábának menni az ráfizetéssel jár, gondolok itt például a felelősségbiztosításra, ami szerintosan magas.
vagy arra a kettős mércére, amit mondjuk egy ANTS ellenőrzésnél lehet tapasztalni. És tehát igazából ezzel kapcsolatban azt mondanám csak még, hogy külön egyébként az egyik szabály sem irracionális, ami a bábák működését szabályozza, viszont összességében akkora nyomást helyeznek a bábákra, hogy többen már megszüntették a praxisukat, és igazából sokan kongatják is a vészharangot, hogy hamarosan megszűnhet ez a lehetőség. Köszönöm szépen. Ha valaki nem hibás azért, hogy csúszásban vagyunk, és mégis téged nyomasztalak ezzel, amikor mondtad, hogy amúgy is izgulsz, az te vagy. Abszolút a korábbi csúszás miatt. El kell mennünk. Mennyi kérdésre van idő? Azt fogod mondani, hogy nulla. Van 5 perc. Akkor nagyon-nagyon gyorsan egy pár dolgot, ami nem is csak van köztük saját kérdésem, és van, ami szerintem másokban is fölmerülhet, hadd tegyek föl. Nagyon röviden. Azt mondta Anikó, hogy... A társadalmi reprodukció értékét sokféleképpen be lehetne potenciálisan számítani, kérdésként tetted föl GDP-be, mivel a baj, mi a haszna. Fizessünk érte, mivel a baj, mi a haszna. Alapjövedelem, ez az. A fizessünk érténél lenne egy kérdésem, 2 van, az egyik az, hogy van-e bármilyen jó gyakorlat arra, hogy ez működik, amit tényleg úgy tűnik, hogy oké, és hogy a fizetni érte, az miért baj, miközben azok a szakmák szoktak elnőjesedni, ahol nincs pénz, úgyhogy potenciálisan az, hogyha van benne, akkor visszahozná a férfiakat. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy visszahozná a férfiakat, mert hogy magának a munkának a presztízse, vagy hogyha ez mondjuk fizetett munkává válik, mondjuk takarítók, vagy nem, tehát hogy a presztízse, ha nem változik, illetve a vele járó hatalom, akkor nem biztos, hogy visszahozza mondjuk. Ebben igazad van, én az újságírásra gondoltam helyből, amiben azért vannak nők, mert már nem fizet. Nem ja, úgy, mint a 90-es években. Ahol csökken a fizetés, ott egyszer csak több lesz a nő. Igen. A jó gyakorlat kérdésére pedig ezek a 70-es évekbeli mozgalmak, amelyek megpendítették, hogy fizetni kellene a háztartási munkáért, ezek elhaltak végül. Tehát, hogy ezek nem lettek megvalósítva. Én azért hoztam a gyest, mint példát, mert hát sajnos államszocializmus vívmánya. Tehát, hogy ott abban a modernizációs, egyrészt modernizációs keretben, másrészt pedig ugye népesedés politikai közben nagyon erőteljesen ugye munkaerőpiaci kérdésre, a munkaerő szabályozása miatt is ki kellett vonni a nőket a munkaerőpiacról, mert munkaerő többlet volt, a gyes bevezetése mögött részben ez áll, illetve a rossz népesedési mutatók, ez együtt hívták életre azt, hogy hát akkor valahogyan honoráljuk mondjuk azt, hogy addig is ugye a kieső jövedelmet pótolta, és aztán a gyednek a bevezetése volt, ami aztán a jövedelempótló szerepet betöltötte, mert a gyest is hagyták így eliminálódni, vagy elinflálódni az értékét. Tehát, hogy mondjuk a gyest tudom mondani, így hogy ilyen párhuzamba hozni, hogyha ott nem kérdőjelezzük meg, hogy miért kapnak pénzt a nők, akkor mondjuk a házi munkáért miért kérdőjelezzük meg. Még egy kérdés az indikátor fetisizmussal kapcsolatban. Teljesen ellenzed, vagy csak sokkal cizelláltabban kellene csinálni, és bizonyos helyekre nem alkalmazható? Rögtön eszembe jutott például az Egyesült Államok, ami rendszeresen ott áll a szégyenpad első fokán, például a gyerekjogi egyezmény soha alá nem írása miatt. Körülbelül 2 ország van, azt hiszem Szíria meg az Egyesült Államok, ami nem írta alá New York-i gyerekjogi egyezmény, de lehet, hogy Jemen. Hogy vannak azért kivételek, amikor nem csak hatalmi konstrukcióban kerül szégyenpadra ország indikátor miatt. Van erről egyébként, van egy nagyon jó könyv, az a címe, pár 2 évvel ezelőtt jelent meg, angolul elérhető, de a szerzőnek több tanulmánya is egyelőre angolul. Az a címe a könyvnek, hogy The Seductions of Quantification, ami gyakorlatilag ezt az indikátor kultúrát elemzi különböző témák mentén, és ő is arra fut ki, hogy nem kell elvetni, csak nagyon reflektáltan kell használni. Hadd kérdezzek valami gyorsan, Sári, tőled a prostitúcióval kapcsolatban. Hogyan viszonyul a dekriminalizáció, mint hátrány, például olyan iparágakhoz, mint például a drog, ahol a dekriminalizáció segítette azokat, akik az iparágban dolgoznak, szemben a teljes tiltással, ahol minden elment a sötét zónába. Tehát miért rosszabb az, hogyha a prostitúció dekriminalizált, mint hogyha kriminális cselekmény? Én nem tudom, hogy így van-e, tehát nem magamat képviselem, csak szerintem ez egy jogos, felmerülő kérdés. Hát én egyébként a drognak nem vagyok szakértője, úgyhogy azzal kapcsolatban nem tudok igazából nyilatkozni. A dekriminalizáció a prostitúcióban viszont
viszont egy nagyon becsapós már maga a neve is, mert a prostitúció dekriminalizálásának hívják, miközben a stricik dekriminalizálásáról van szó. Tehát itt... Nem a drogban a felhasználó az, akit nem csuknak be elvileg, és büntetik a terjesztőt. Eleve hamisnak találod a párhuzamot, vagy rossznak? Ami jogos. Igen. Szóval tényleg nem tudok ahhoz hozzászólni, egyáltalán nem vagyok szakértője a témának, viszont a prostitúció dekriminalizálásának igen, és az, ami dekriminalizálás, tehát azon a néven történik, hogy itt most egy valamilyen módon segítése lesz ezeknek nőknek, vagy egy ilyen állami felügyelete ennek, az, hogy az állam is stricivé válik. Tehát, hogy például a turizmuson keresztül, vagy a befizetett adón keresztül ők is részesülnek abból a profitból, ami tulajdonképpen a célja a prostitúciónak. Tehát a prostitúció az azért létezik, mert pénzt lehet rajta keresni. És még egy dolgot hadd kérdezzek, mit kezdenél a pornóval? Mit csinálnál velem? Ami ugye a globális felmelegedés. Betiltanám holnap. Hogyan tiltanád be? Mi történne, ha betiltják a pornót? Hogy néz ki? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy erre igazából... Nyilvánvalóan a gyakorlata érdekel. Igen. Ugye akkor fölül kéne vizsgálnunk egyáltalán azt, hogy mi az, hogy internet, és az milyen formában létezhet, mert ha valamit tudnak például a bosszú pornónak az áldozatai, az, hogy ha valami egyszer az internetre fölkerül, akkor azonnal nem jön le. Szóval én azt gondolom, hogy a pornó az egy olyan jelenség, ami egy annyira tömény megjelenése mindennemi problémáknak tulajdonképpen a társadalomban, ami fölhív arra, hogy fölértékeljük azt, hogy mi az, ami az életünket egyáltalán rendezi? Ha valami miatt elpusztul a bolygó a szennyezésen kívül, az biztos, hogy a pornó. De mit csinálnál vele? Teljesen betiltanám holnap. Keressük rá együtt a gyakorlati megoldást. Jó, segítsetek nekünk ebből. Egyébként itt szeretnék most feladni egy hirdetést, hogy jogászok, közgazdások és informatikusok jelentkezését várom. És döntéshozókét, akik téged támogatnak a pornó betiltásában globálisan. Az csodálatos lenne. Ideig már nem merészkedtél a rekrutálásban. Fúj, nem merek többet kérdezni, mert ránk zárják a házat. De esetleg az ajtó előtt még egy kicsit lehet veletek dumálni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rendkívül érdekes volt, elképesztőek voltatok, és nagyon pontosan tartottátok az időket. Elnézést kérek. Köszönöm szépen.